Hihetetlen, de életemben először sikerült jó helyen feljönnöm a Móricról. Történelmi pillanat. Jó reggelt mindenkinek. Budapestezős napom van, ami, mint tudjátok, egyenlő a nagybetűs káosszal, és 3 óra alvással a hátam mögött én már itt várok Annára. Kissé, hány ingerem van a kialvatlanságtól, nem tagadom, de hát majd lesz valami. Az egész az úgy állt össze, hogy ittam délután egy energiaitalt, ami annyira felpörgetett, hogy ezért éjjel nem bírtam aludni, de érzem, hogy még most is pörgök, mint az állat. Aztán pedig a videómmal, az egyik videómmal szórakoztam, amit határidőre el kellett küldenem, de valahogy nem bírtam összerakni, utána a vágóprogram szarakodott, aztán míg kirendereltem, az fél óra, mire feltöltöttem, az másfél óra, de közben csomószor így szépen elaludt magától a laptop, szóval mondom, én ezt nem hiszem el, hogy miért mindig akkor jön a dráma, amikor Budapestre megyek, és akkor végig rohanom az egész várost, és haldoklom. Na mindegy, szóval ez van, ez az életem, úgyhogy a mai napon tehát rögzítem a történéseket. Amúgy olyan csend van itt. Miért van itt ilyen csend? Már 8:30. Mi ez a csend? És hol van Anna? Ráadásul éjjel azt álmodtam, hogy megvakultam. A legnagyobb félelmem, az egyik, a sokból. És én emlékszem, hogy csak így ki volt pöckölve kb. A szemem, az emberek úgy láttak engem, hogy így létezem, de valóságban én láttam, csak mindent fekete-fehéren, és jaj, nagyon fura volt az egész feeling, olyan rossz érzéssel ébredtem. Hát nem elég, hogy 3 óra után, de hogy még így, még ez is. Na, viszont ma szorítkoznom kell a lényegre, ugyanis a kártyámon mindössze 40 percnyi nyersanyagnak van helye, úgyhogy minden egyes alkalommal, amikor meglátom a kis nótot, boldogság tölti el a szívemet. Az már nem az. De? Ezért járunk Evelynnel együtt fotózni, mert Evelyn tök jól tudja beállítani a kamerát. Most olyan képet küldtem Annának arról, hogy hol vagyok, hogy egy igazi szellemfotó. Bárki megirigyelni. Anna művésznő megérkezett. Hello! És a délelőttöt fotózással fogjuk tölteni. Félig meddig tudjuk csak, hogy mit fogunk igen fotózni. De valami jó lesz. Mindig jó a vége. Mindig jó a vége. Egyszerűen annyira tökéletes csapat vagyunk, hogy már fáj. Oh. Ugyebár Evelynnel fotózunk egy szuper jót, elloptam a kis hajráfiát, vagy bármi is ezeknek a neve, egy képereig. Igen, na, mentem, gyártottam egy kis anyagot. Szívi! Az Anna hogy youtubozik, ő már abba? Ezt ne rakd be, jó? Ezt újra mondom. Az Anna miért van benne a videóban? Ő már abba hagyta a youtubozás, nem értem. Mi ez a gond itt a világban? Na jó, abba hagytam, remélem jól szórakoztál Evelyn, pá. Mi folyik itt egyesen? Úristen, most? Ah, baszki, bocs. Dün 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 dün. Szexi hölgy a kuka mellett egy csomó cuccal, éppen szoknyáról nadrág. Milyen szexi térd villantás! Na, így a kuka is benne. Teljesen átfagytam az utcán ezekben a nagy szerkóban, úgyhogy már ilyen SOS teázást kellett bevetni, mert éreztem, hogy ha most nem iszok egy forró teát, akkor én itt most beteg leszek. Végeztünk a fotózással, Anna most már nem stresszes, relaxban van, ugye?
és bejöttünk gyorsan enni egy kicsit. Hát ez csoda, hogy ebben a videóban már ilyen sok evést dokumentálok. Ez ma már a második. Általában vagy egyszer sem szoktam tudni enni ezeken a napokon, de most eljöttünk enni egy Istvánfi veggie burgert, azaz egy vegaburgert. Nagy lefordításom ide, angolról magyarra. Ez a hamburger hús, ez valójában búzából készült, nagyon durva, az íze isteni, olyan, mint hogyha egy igazi hamburger tennék. Hát ez is igazi a maga módján, de tényleg nagyon fini. Jesztuska, ha az előbb láttatok volna, hogy néztem ki, egy pillanatra átváltottam Bella Salvatore-ra, és barbecue szószos volt az egész szám. Instán kiderül, hogy miért. De ez nagyon durva volt. Konkrétan az egész arcom utána olyan volt, alig bírtam összekaparni magam a villámtalimra Magdival. Ó, meg is érkezett a kis hölgy. Hellóka! Magdi hozott nekem valami ajándékot. Kis meglepetés. Júj, akkor én ezt most kinyithatom? Uh-huh. Egykezes unboxing itt az utcán? Milyen gyönyörű ez a kis táska. Úristen! Segítesz? Uh-huh. Oda nézzetek! Jézusom, ez élőben még gyönyörűbb, mint a képeken. Egy csodálatos őszi rózsa határidő napló, és hozzá a megfelelő papírok. Úristen, nagyon szépen köszönöm! Ez a Paper Dice újdonsága, ami már elérhető a weboldalon. Úgyhogy kaptok egy linket a leírásba, feltétlenül csekkoljátok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ennél szebb határidőnaplom még sose volt! Imádom, köszönöm szépen! Most végeztem a kozmetikában. Egy új hölgyhöz járok, a bőrgyógyászom javaslatára, és képzeljétek el, hogy kezelés után az arcom másnapra már teljesen gyógyult. Szóval nem tudom, hogy milyen technikával, milyen varázslattal dolgozik, mert ez már varázslat, hiszen tudjátok, hogy szokott kinézni az arcom. Kozmetikai kezelés után egy hétig gyógyul, itt semmi. Másnapra minden elmúlik. Úgyhogy igen, ez történt most. Legalább egy kicsit tudtam relaxálni közben, mert halálosan álmos vagyok. Aztán ott a kozmetikában még gyorsan újra átöltöztem. Gyorsan egy kicsit dobtam sminket az arcomra, ugyanis egy nagyon különleges személlyel fogok most találkozni. Fú, fangirl moment, meg minden. Ugyanis Odettel lesz most egy randevúm. Időugrás közben átértem Budáról Pestre, mert itt vagyok az akvárium előtt, mert itt fogunk találkozni. Szóval még azt akartam mondani, hogy tehát Odett nem tudja, hogy Evelyn egy rajongó. És annó 1 milliárd évvel ezelőtt volt egy közös munkánk egy Coca-Cola eseményen, ahol az volt a feladat, hogy készítsünk egy közös képet. Én elkaptam őt a fotóra, és annyira kedves volt, annyira profi volt a hozzám állása, hogy vadidegenként oda megyek, hogy már pedig velem mindenképpen pózolnia kell most, hogy teljesen le voltam nyűgözve. Aztán ebben az évben, valamikor az évelején egy eseményen láttam őt újra, de csak távolról, így le-instasztoriztam. Aztán bekövetett Instán, és azóta így figyelgetjük egymást, és most egy nagyon izgalmas projektre kért fel, hogy én is szerepeljek, de ezt majd elmondja ő maga. Bár lehet, hogy nem ártana írnom neki egy üzenetet, hogy készüljön, mert ma vlogolás van. Minden helyzetben, hát most megvéd, és még fehér a... Ó, oh, anyám! Mindenre gondolom. Részletek! Tökéletes. Megvan a tuti? Én abszolút azt gondolom, hogy megvan a tuti. Hogyha még szeretnél, akkor nagyon szívesen. Hát szerintem... Nekem tetszettek? Mindegyik szép volt, mindegyik. Na most. Én már felvázoltam a kedves pezsgőtársaknak, hogy te azért pár szóban megemlíted, hogy miért lesz most az, hogy én ezt a ruhát, ezt az ikonikus ruhát, amit a New York-i utamra vettem, odaadom neked.
Hát egyrészt, hogy én is felvegyem, nem. Nem azért jött oda nekem. November 22-én lesz egy szuper jótékonysági vásár, képzeljétek el, amire szeretettel várunk mindenkit. Remélem Evelyn is jön. Jön, mindenképpen. Úgy időzíti, hogy ott legyen. Természetesen. Az van, hogy az Aquarium Clubban Budapesten november 22-én délután 2 órakor kezdődik ez a jótékonysági kardrogvásár, aminek az a célja, hogy egy non-profit környezetvédelmi cégnek gyűjtjük a ruhavásáron befolyt összeg 100%-át, akik egyébként azzal foglalkoznak, hogy gyerekeket edukálnak, hogy éljenek környezettudatos életmódot, és a felnőtteknek is nagyon szuper tanácsokat adnak azzal kapcsolatban, hogy miként tudnak kicsit zöldebben élni. Úgyhogy nekem ez egy nem csak azért aktuális téma, mert aktuális téma, hanem szerintem nagyon-nagyon fontos dolog is. A másik, hogy én személy szerint imádok turizni. De hogy imádok. És most rengeteg emberrel találkoztam ennek kapcsán, de nem csak az én ruháimat tudjátok majd turizni, meg Evelynét, hanem rengeteg sok mindenkit, úgyhogy szerintem nem is lesznek egyáltalán durva árak, úgyhogy nem tudom, hogy ezt elmondjam-e, hogy milyenek. Legyen meglepi. Jó, legyen meglepi. Viszont azt feltétlenül említsd meg, vagy hát akkor én most megemlítem, hogy énekelni is fogsz. Ó, igen. Bizony. Igen, mert hogy ezen az estén, ameddig a vásár tart, ez így este 8 óráig egyébként, de szerintem érdemes időben érkezni, ahogy ismerem általában ilyenkor. Gyorsan érkezik a sáskalad és mindent elvisznek. Szóval este 8-kor lesz a koncertem, amire szeretettel várok szintén benneteket. Hatalmas buli lesz, jön egy kis lemezem is ki, nagyon szuper vizuál, meg egy csomó izgalmas meglepetés, amit még nem lövök le, úgyhogy gyertek! Nos, a művész egy modern Teréz anya, ahogy hallottátok. Természetesen, és milyen rossz a haja, nézd oda. Hát figyelj, most én is túrom ezerrel, hogy itt valami legyen. Jó, de neked nagyon szép piros rúzsod van hozzá. Igen, az ellensúlyozza. Az aláírom. Sziasztok! Egy igazi angyal ez a lány. Szerintem még órákig tudtunk volna beszélgetni, ha nekem nem kellett volna kíméletlenül megszakítanom ezt a sessiont azzal, hogy ma még szeretném visszavinni a csodálatos piros párizsi ruhámat Vikinek, úgyhogy még gyorsan futok egy kört ezzel kapcsolatban, aztán rohanok a vonathoz. Aztán persze időközben azt is megfejtettem, hogy mi ez az extrém hajlaposság most ebben a pillanatban. Hát a gőz, a kozmetikusnál a gőz, az teljesen kinyírta azt a minimális volument is a hajamon. Igen, eső, pára, hajam halott. Jó, két dolgot szeretnék mondani vele kapcsolatban. Az egyik, hogy annyira hideg volt, hogy muszáj volt felvennem egy bőrkabátot, és az egyik pompon itt fölül meglazult szerint. Hát ahogy vettem fel a kabátot, mert ez elég szűk, ez itt meglazult. Na gyerekek, így kell ezt csinálni. A kitűzött időpont előtt 3 perccel végeztem a mai feladataimmal. A kártyán is van még elég hely, és időközben szuper idő lett. Igaz, hogy egy kicsit pengeillen táncolok a betegséggel, mert elkezdett fájni a torkom, szóval SOS forró teára van szükségem, és egy forró zuhanyra, majd az úgy összejön kb. 3 óra múlva, de a lényeg az, hogy túléltem a mai napot, mindent teljesítettem, ami a listámon volt, úgyhogy most már mehetek haza nyugodtan. Nem meghalni, aludni, mert már, szóval így világomat nem tudom igazából, annyira fáradt vagyok. Na de! Ennyit mára, megérkezett a villamosom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Hamarosan találkozunk egy új videóban. Addig is tessék bezsegni, és szép napot nektek. Sziasztok!